Július 5-én tárta ki jelképes kapuit az érdeklődők nagyon is valóságos serege előtt településünk idén immár 8. alkalommal megrendezett színvonalas program sorozata, a Mikepécsi nyári esték. A fesztivál nyitónapja a Budapesti Utcaszínház Ludas Matyi című vidám előadásával kezdődött. A ritmus hangszert. Így kitartjuk az egyik kezünket, meg a másikat is. Eltalálják, ilyen hangja van. Három és minden művészetek fején a korona, a mi művészetünk ellen kimondana. Mi szép a mi feladatunk, ó, nekünk büszkék kell, hogy színészek vagyunk. Mi szép a mi feladatunk, nekünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk. Kitárt! Szép, szép, ha mi feladatunk, ó, megyünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk. Kerejke, segítsd a mi feladatunk, legyünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk. Jöjjenek, tudatlan! Hol van a más ingyenes? A színészeket nem simogatjuk, csókolgatjuk őket. Egyet a létre is, jó van? De amit a színpadról a népnek hirdetünk, ne hazudtolja meg a cselekedetünk, mert ha meg nem tesszük, azt mi feladatunk, akkor gyalázat ránk színészek nem vagyunk. Hey! Ha meg nem tesszük, azt mi feladatunk, akkor gyalázat ránk színészek nem vagyunk. Szép és szép, ami feladatunk, gyerünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk. Szép és szép, ami feladatunk, legyünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk! Országvilág előtt közhírrététetik, hogy a Ludas Matyi című előadás elé adatik. Éppen ezért kérem a tisztelt nagy érdemű publikumot, hogy szavainkat kellő figyelemmel hallgassák. Valamikor réges régen, amikor még kegyetlen nagyurak sanyargatták ezt az áldott népet, esett meg az az eset, amit most elibétek tárunk. De nem is akárhol, hanem szép Magyarországon. Egész pontossággal Alsó és Felső Döbrög falván. Nem is mászott! Itt érdegélt a falu szélén sanyarú szegény sorban egy szegény özvegyasszony fia, Matyi. És a libája! Ezért nem is nevezték őt a környéken másképpen, csak így... Ludas Matyi! Igen! Megelégelvén a szegénységet, Matyi, nagy dolgot eszelt ki! Nagy dolgot eszeltünk ki! Tűnj ki! Megtanította a libáját énekelni! Igen! És nincs szebb állat itt a dúd, nem kevén ki gyalogul, papa égen nekik át, aki mérni csodálatos, csak kár, hogy pösze vagy. Mi vagyok én? Pöce? Na hát ezt kikérem magamnak.
Én igenis egy rendes, egy becsületes liba vagyok, nem pedig pöce. Egyébként mi az, hogy pöce? A pösze az pösze. Pösze vagyok, kész, hagyja aludni. Na, hármadikám, én igen nagyot csalódtam most benned. Tegnap még azt mondtad, hogy egészen jól megy már nekem a beszéd, és hogyha megtanulok szépen énekelni, én leszek a világ legokosabb libája. Mondtad, vagy nem mondtad? Mondtam, na, ugye? Hogy hagyj aludni. Hát ezzel alszik, Magyi! Kelj fel! Milyen fontos beszédet mondom neked, ez meg alszik, egyébként meg kereszt az anyukád! Ébredj fel, Magyi! Magyikám! Csókolom, tesszék ömni! A Magyi el van bújva, és ott alszik az ágyparton! És azt mondta nem, hogy pöce! Merre vagy, kisfiam? Csókolom! Csókolom! Na, rejdeg ágok ez a liba. Mit csinálok én? Éhes vagy mi? Hát én mindig. Elfelejtett kihajtani az én lusta fiam? Erre elfelejtett, teszik még szimogat, itt is egy kicsit. Látod, kislibám? Szomorú, keserű sora van az ilyen beteg szegény özvegyasszonynak. Ami csak búza, mi egymást megterem a földecskében, az minden veszítésmába. Döbrögi uraság, ennek a vármegyének a gonosz ura. De mit is beszélek? Itt még a falnak is fülem. Az Isten is megáldja a mi méltóságos urunkat! A vitéz nemzetes dicső, Döbrögi Döbrögfalvi méltóságos nagyurat, ami édes jó apánkat! Így kell ezt mondanunk, meg kell adnunk a tisztességet, különben meg is botoztat! Micsoda, egy félősz öreg asszony, nesze! Mit gágogsz te? Mit csinálok, én nem gágogok! Minek dolgozza? Édesanyám is betegre dolgozza magát, az frissít, soha egyetlen betegünk valamit. Hát nincs bizony. Én csak azt mondom, mindenki bolond ebben a csodavilágban, aki dolgozik. Bolond bizony! Mert itt azok a legéhesebbek. Főleg én. Azt tudom, akik a legtöbbet dolgoznak. Na, az nem én vagyok. Azt is tudom. Ugye? És azok a leggazdagabbak, akik csak a hasukat süttetik a napon. Hát én is csak a hasamat fogom süttetni. Meg én is! Galiba. És gazdagabb leszek, mint az egész falu együttvéve. Gazdagabb, gazdagabbám egy kötéllel, amikor felakasztalak naplopásért. Igenis, hogy gazdagok leszünk. Na, te csak elhallgass. Még, hogy én hallgassam. Jaj, nem édesanyának szól. Jaj, nem magának szól. Fogd már be a szád. Na, ki te én úgy a szád, hogy A libának! Nekem bizony! A libának! Neki bizony! Jaj, teremtő, miért vesz engem? Nem elég a szegénységem, nem elég, hogy naplopó a fiam, még az eszit is elvetted a szegénynek. Hát mit kezdjük én egy hibbant félbolonddal? Jaj! Sose félje, hogy meghibbantam. Mert én egy igen nagy dolgot eszeltem. Eszeltünk ki! És ettől a nagy dologtól igen gazdag leszek. Jaj, hát sok-sok pénzünk lesz. Megbolondult a fiam. Sejemben, Bársonyban fogok járni. Eszit vette az éjség. Hatalmas intok lesz gyönyörű palotán. Katalában forgó liba oldal. És abban a palotában elviszem magát is. Ott aztán olyan ruhát adok magára, hogy csak na. És leültetem egy asztalhoz, amin lesz sok-sok finomság. Húsleves, tel is tele tésztával. Meg egy csomó szaláta. Meg finom töltött káposzta. Jaj. Meg disznósült, fácásült, csibesült. Libasült! Az ne legyen. Jó, libasült az nem lesz. Jaj. És ha ezt megettük, akkor lesz torta.
Szabadtával álmodtam az éjszakát. Még hozzá, édesanyám! Háromféle torta. Na gyere! Tudod mit? Galiba, akkor te nem kapsz. De én szeretem a tortát. Jó, akkor kapsz egy egész lúgát tortát, jó lesz? Na, és ha még azt is megettük, akkor ráadásnak egy kancsó frissen fejt tej. Te is lesz? Nem volt ez, hanem őrült. Hát ez nem hiszi. Nem hiszi. Na akkor magának, de csak is magának. Édesanyám, elárulom, milyen nagy dolgot eszeltem én ki. Megtanítottam ezt a libát énekelni. Ingigagagigigagigú. 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 Ezt a libát, amelyik itt lágok. Jaj, nincs meleg, és elviszik becsukjálni. Édesanyám, ne sápítozom már. Kapkapaszodjunk meg a botjába, összevessük a csodálkozást. Galiba! Készen állsz az első fellépésre? Teljesen! Akkor ide lépjél föl, gyere! A szemvig feledet mutassad már! Ja, boci! Figyelem, figyelem! Országot, világot bejártam, és nem találtam nyomát, de íme! Végül csak meg lett! Íme, itt van! Galiba! Az éneklő liba! Nagy tapsot neki! Szóval, azt mondod, menjünk? Kisfiam, térjészhez, ne üss csúfot magadból. Márpedig én elmegyek, és szerencsét próbálok ezzel a libával. Micsoda? Elvinnéd a libámat az egyetlen vagyonkámat? Van te neked szíved földön futóvá tennél? Holnap lesz Döbrökben a vásár. Oda megyek. Oda megyünk. A libát nem adom. Maradok. Márpedig én el. Megyek. Nem adom. Maradok. Jöjjön, kapaszkodjék a botjába! Jöjjön, üljön le! Hát, ne féljen! Hát ül maga még sejjembe, bársonyban az én asztalomnál! Makacs vagy, mint az apád! Én megmondtam! Jól van, vidd a libát! Hát, ha a saját bőrödön megtapasztalod, hogy mi az élet rendje? Köszönöm, édesanyám! Az Isten áldja meg a jóságát! És ne féltsen! Hamarosan megjövök! Vagyonos emberként! Galiba, gyere már! Ja! Ja! És akkor veszünk magának egy nagyot halló készüléket dísz! Galiba! Gyere! Csokolom! Gyere már! Tehát az anyád süke! Gyere már! Most a hajam, mi gyere már! Itt. Gyere csokolom! Már! Csokolom! Csokolom! Jaj, Teremtő Isten! Add, hogy ne érjen bántódása! Add, hogy elkerüljék a farkasok! De ami a farkasoknál is rosszabb, hogy elkerülje Döbröki uraságot! Jaj, kisfiam, Magyikám! Jaj, jaj, jaj! Döbröki uraságot! Kisfiam!
Amit terveztem, meg is cselekedtem. De sajnos nem minden úgy történt, ahogy én azt szerettem volna. Há, nem bizony. Egy, kettő, egy. Merre van itt a bejárás? Egy. Mama, egy, nagyon messze van egy, már. Egy, kettő, egy. Arra köszönöm. Egy. Ha miért nem használja az ajtót? Kaliba! Hova csámborogsz már meg? Nem tudom, Matyika. Gyere ide mellé. Szezám, már új! Egy, kettő, egy. Magamnak vezénylek, magam hajtom végre. Egy, kettő, egy. Nem férünk át. Egy. Itt sem férünk át. Egy, kettő, egy, balra, ott! Egy, kettő, egy, jobbra, egy, kettő, egy, föl, kettő, három, egy, kettő, egy, jobbra, egy, kettő, egy, és van, oj! És már, oj! Ha én vagyok az ispán, miért nem szóltok? Na ti bűtös gazember! Abban a megtiszteltetésben részesülhettek, hogy ami nemes vitézés, nemzetes alsó és felső döbrögfalvi döbrögi dénes nagyságos urunk, a saját két személyével óhajta megtekinteni a vásár. Na, humor itt a vásár! Itt van, nagyon jó a válasz! És mi kell egy vásárba? Portéka! Éppen ezért most három része fogom osztani ezt a társaságot. Figyelem! Itt a jobbomon vagytok ti! Legyetek ti a csizmások! Versikét tanulunk! Versikét! Igen! Jaj, de jó! Mondom a verset, amit utánam kell majd mondani! Jó! Itt a csizma, eladó! Télen, nyáron, mindig jó! Na halljam! Ennek fussunk neki még egyszer kicsit harsányabban a katonásra, gyerünk! Itt a csizma, eladó, télen, nyáron, mindig jó! Erről van szó! Itt a valamon! Ti lesztek a párnások, ti pedig azt mondjátok, figyeljetek! Itt a párna, hol a párna, álmát rajta megtalálja! Na, halljam! Egy, két, há, gyerünk! Itt a párna, hol a párna, álmát rajta! Na ti büdös gazemberek itt közé! Ti pedig azt fogjátok mondani, aki nem vesz, ne babrálja, menjen az anyja vala, valahol várja! Még mire gondoltatok, mi? Na halljam! Aki nem vesz, ne babrálja, menjen az anyja, valahol várja! Azért mondom, továbbá kihírt! Hogy amikor a döbrögi dénes méltóságos nagyúraság ide megérkezik, és azt a gyönyörű ibolyalszín tekintetét rája veti valamely árusnak a portékájára, és az megtetszik neki, akkor azt a portékát az az árus köteles, jókedvűen és ingyér odaadni a méltóságos úrnak. Tegyünk egy próbát. Oh! Ott látom a hölgyemény kezében azt a térdén a kis hölgynek azt a kis szalmakalapot. Mennyiért adnál ezt a méltóságos úrnak? Semennyi. Semennyi, vagyis ingyen? Nagyszerű! Jó, nézzük tovább! Nézzük! Ó, ott a fiatalember kezében van egy kék-piros maskarás. Micsoda? Pókember! Pókember! Jó, erre még nem hallottunk, de mennyiért adnál azt a méltóságos úrnak? Semennyiért! Ez is ingyen! Nagyszerű! Úgy látom, megértettük egymást! Ó, az mi? Ez ilyen... Párna! Párna? Vigyorgó párna!
Andizsán! Adja csak ide, mi is megéheztem! Na! Hát ez nem az! Na! Viszont, ha már ez itt van, mennyi rad már ezt az ehetetlen pandizsánt a méltóságos úrnak? Semmi! Jét ingyen! Nagyon jó! Legközelebb is ide kell jönni a vásárba! Ó, na, jöjjön csak! Na, jöjjön! Nagyon jó volt a tudat. Jaj, nem vagy rászod! Na, ide, föl! Kövessen utána! Gyerünk! Ide megáll szépen! Ha mutassa, mi van a kezébe! Van egy... Csodálatos kucsma! Jaj, de nagyon szép! Hát mennyire adnál ezt a méltóságos úrnak? Nagyon olcsón, lehet alkudni is. Három! Három mi? Három! Ja, van. Pengő! Pengő! Na és azt a... És az ingyét adta. És ezt a gyönyörűséget ja. Itt. Ez. Oh, hát ez már egy kicsit drágább, de nézd meg, kombis van rajta. Kombis van rajta! Igen. Na, azt mondja meg, hogy ezt a kettőt együtt mennyire adná a méltóságos úrnak. Ó! Oh, 28! Pengő! Tessék! Ezt én átveszem. Ezt is átveszem. Jó! Ide szépen lerakjuk! Ezt is ide lerakjuk. Jó. Tehát 28. 28, nem alkuszik. De! Jó. Legyen inkább 50. Hát jó. Igen, 50 pontot a hátadra, te! Micsoda? Na, gyerünk vissza a helyedre, te! Na, mars innen! Mars innen, arra felé! Menjünk! Igen, gyerünk! Gyerünk! Nem jajgat! Menj! Nem! Na! Úgy látom, megértek. Ezen kívül, és ha amennyiben a méltóságos úr ide a vásárba megérkezik, tilos minden jaj és panasz szó, mert az sérti a nagyságos úr fülét. Na de, amikor ide beérkezik, akkor mindenki köteles háromszoros hip-hip hurrával fogadni a mi jó tevőnket, és minden nemű tökfedőt, vasabal sapkát, hajráfot levenni. Például ott a kisasszonyt a fején. Ha megjön a döbrögi méltóságos úr, leveszi azt ott a hajrátok. Világos? Megértettük egymást? Na, viszont a hip-hip urát elpróbáljuk. Figyelem! Háromszor! Hip-hip! Urá! Hip-hip! Urá! Hip-hip! Urá! Na, meg vagyok érte, Isten barmai. Ez meg mi volt, Matikám? Ez a világ rendje. A gazdagok parancsolnak, mi szegények megengedelmeskedünk. De ez itt sehogy sincs. Hó! A méltóságos úr! Méltóságos úr! Figyelem! Hip-hip! Hurrá! Hip-hip! Hurrá! Hip-hip! Hurrá! Erre, méltóságos úr, erre! Erre, ez egy csodálat mondjuk! Nem vagyok. Én tudom, hogy nem lehető. Erre. Na, légyetsz az a hippipet! Na, figyelem! Hippip! Ez pár. Igen. Na, aztán jelent csinálj. Nagyságos úrnak alással jelentem. Igen. Nagyságos úrnak alással jelentem. A vásár előállt. Nagyszerű, mit fognak? Valami versikébe készítettek. Hogy ne, nagyságos uram! Figyelj, csizmások, figyeljetek! Csizmáladó télen nyáron mindig jó. Hagyjad, jó? Itt a csizma, eladó, télen nyáron mindig jó. Hagyjad, jó, tapsolját! Hagyjad, nagyságos uram! Ó, pillanat, itt vannak a párnások! Párnások, itt a párna, hol a párna, álmat rajta megtalálja. Ne súgyjál! Itt a párna, a párna! Hát, hogy jól megtalálja! De nagyságos úr! És középen meg a párt! Ők tudják a legszebbet! Na! Aki nem vesz, nem a grája! Jaj, aki nem vesz, nem a grája! Menjen, hogy a grája! Van a holvárja! Azért van a holvárja! Nagyszerű! Hanem Espán! Igen? Mintha... Nem mindenki örülne nekem. Ó, de mindenki örül a nagyságos úrnak. Ezt nézzem a nagyságos uram. Gyönyörű. Annál Galiba! Itt kucsma is van hozzá. Értem.
Hagyd már, Galiba, azt hiszed, bárki mellém állna, ha kiállnék panaszt tenni. Na majd én oda löklek! Csak előbb felrakom a kanapod! És ha, igen? Mintha valaki felébe atrocitált volna. Te nem mész vissza a helyedre! Te... Igen? Hiszen láthatod, hogy valami mondandója van a ficsúrnak. Na rajta, édesfiam! Kivere, mondd csak, ki vagy te? Ki vagy te? Honnan jöttél? Azt mi a neved? Meg ilyenek, ugye? Az én nevem? Az én nevem, az én nevem! Nem az én nevem, nem az! Még a hájam is örök. Az én nevem? Nem baj, fiam! Na! Az én nevem? Ludas vagy! Nem baj, fiam, nem baj! Azért jöttem ide nagyságot szín elé, hogy elmondjam, hogy hogyan bánnak velünk szegények. Na ne mondd! Azaz mondja! Édesanyám egész nap dolgozik! Kis látszik ide már a földből, olyan kis szöpörödött öröm azt, hogy... Szekjel, minek dolgozik annyit? Édesanyám meghalt! Szegény, meghalt! Meghalt, mert sokat dolgozott ő is! Én ezt a szegény limitkát... Elkeserítesz engem a születésemben! Minek dolgozik? Én nem dolgozok, mégis teli vagyok pénzem! Hanem várjál csak, édesfiam! Látom, hogy igen, fontos dolgokat akarsz mondani, de... Azért valamit csak megkérdeznék, ne feledd, hogy hol tartottál. Van csak egy pár. Igen? Mi van a te buta fejedre, mi? Hát az én buta fejem... Jaj, hát egy kicsi kis csákocska, de már le is vettem. Ha azt mond meg nekem, annak a kisköröknek ott viszont buta fejére. Egy borsabarsabka lement, már le is vettem, ugye? De és az én szép fejében mi van? Ó, nagyságos úr, gyönyörű fején a legújabb divat szerinti kucsma. Ami mennyibe került? Ingyém! Hát ennek a ficsúrnak mi van itt a fején? Egy kalap. Uh-huh. Jó, nem. Lutollas kalap. Hát ez az. Veszed le rögtön, te a macsadat! Espán, megállj, meg kigyomlálom, nem elszőrzem. Már nincsen. Hadd csak fenéres, fiam. Ha minek is fenéd le, hiszen ugyancsak jól áll neki, nem igaz? Leveszem én az úr előtt! Igen? Ha az úr is leveszi előttem a sajátját! Espán? Igen! Na te büdös gazember, te! Száz volt ott a hátára! Megállj, Espán, megállj! Én a bátorságot mindig megbecsültem. Ezért aztán úgy döntök, hogy a szápot ütést elengedem. És csak 25 bot ütést elengedem! Jó, jól is fel a kapu félfár, hogy el ne feledjen. Igen.
Háromszor veri ezt Kendall Ludas Matyi vissza. Hát így kaptam én 25 botütést a hátam. Persze! Usztágyan még mégis akartok enni! Miután Matyi ígérete szerint háromszorosan is visszafizette adósságát, a nap eseményei a főtéren folytatódtak, ahol a főzőverseny csapatai vetették össze a betyár ételek elkészítése és méltó tárolása tárgyában való jártasságukat. A nyári esték színpada mindig is nyitva állt a tehetséges mikepércsi gyerekek előtt. Ez évben táncokkal, dalokkal, versekkel és zenével szórakoztatták lenyűgözött közönségüket. Szeretettel köszöntök mindenkit az idei 2014-es mikepércsi nyári esték nevű rendezvénysorozatunkon, mely ezen a nyáron 8. alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvényt 3 millió forinttal támogatta a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma. A lebonyolításhoz szükséges színpadi hangosítási és fénytechnikai eszközök beszerzését 1 millió forinttal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap LEADER programja támogatta. Reméljük, hogy ez évi programjaink is elnyerik tetszésüket, és minden alkalommal ismét újabb kellemes élményekkel gazdagodva távoznak esténként főterünkről. Ma este a színpadon a mikepércsi gyerekeké a főszerep, majd a főzőverseny eredmény hirdetése után a már jól ismert Orion együttes utcabáli forgatagot varázsol a térre. Most pedig nézzük, hallgassuk együtt a gyerekek műsorát. Richard Buckley, the greedy python, half hidden in the jungle green, the biggest snake there's ever been. Woom back and forth and in between. The giant snake was very strong and very, very, very long. He had a monstrous appetite, his stomach stretched from left to right. He quickly gobbled in one bite whatever creature came in sight. A mouse that scampered to and fro. A frog that jumped up from below. A bat that hung from his left toe. A fish that swam a bit too slow. A bird that flew a bit too low. A porcupine still half asleep. A monkey was in mid-leap. An elephant, a leopard sitting in a tree. A buffalo who came to see. An elephant complete with trunk was swallowed in a single chunk. I'm far too big to eat, he cried. Oh no, you are not, the snake replied. At last the python's meal was done and he lay resting in the sun. The animals inside his skin were making quite a dreadful din, and when they all began to kick, the snake began to feel quite sick. He coughed the whole lot up again, each one of them, and there were 10. He soon felt better, and what's more, was hungrier than just before. He hadn't learned a single thing. His greed was quite astonishing. He closed his jaws on his own rear, then swallowed hard and disappeared. Wow.
Vörös Sándor medvenóta. Kim voltam a rengeteg erdőn, medvét láttam kúszni a lejtőn. 10 körömmel másztam a fára, megszökött a medve vacsorája. Lompos medve brummogva ballag, mászni könnyű ilyen fiatalnak. Mennyi szégyen ér most vén koromba, kulloghatok éhesen odumba. Vörös Sándor, bújócska, keskeny út, széles út, kettő közt egy sorbakút. Ha benézel, jól vigyázz, rése 100 és odva 100. Ha sokáig kandikálsz, virradóra megtalálsz. Kis dió, nagy dió, kettő közt egy magyaró. Épült benne egy cifra ház, terve 100 és tornya 100. Ha sokáig benne jársz, esztendőre megtalálsz. Yeah.
aki maga alatt vágta a fát, magyar népmese. Volt egyszer egy szegény cigányember, nem volt tűzre való fája. Elmegyek te, asszony, egy kis száraz gajért. Menjél, more, mert megvesz már az Isten hideget. Elért a cigány az erdő szélére, hát azt a gajat vágta, amelyiken állt. Arra ment egy vitéz, odaszólt neki. Te cigány, magad alatt vágod a fát, mindjárt lezuhansz. Dehogy vágom, dehogy vágom. Alig halad el a vitéz, a cigány alatt leszakadt az ág, ő meglepottyant. Jól megütötte a hátsó fercáját. Nehezen feltápászkodott, utána szaladt Sántikával a vitéznek. Vitéz úr, várjon meg! Ha azt megmondta, hogy magam alatt vágom a fát, tessék azt is megmondani, hány évig élek. Nagyot nevetett a vitéz. Meddig? Még a szürke lovat hármat szellent. Elhitte a cigány, megrakta a kocsit gallyal, ment egy emelkedőn fölfelé, hát a ló elszellentette magát. Jaj, édes lovacskám, már egy lélek kiszállt belőlem. Már alig merte hajtani a lovat, de mire a kapaszkodóra értek, a ló megint elszellentette magát. Jaj, édes lovacskám, már két lélek kiszállt belőlem, csak egy az életem. Mentek tovább, egy hídhoz értek. A híd előtt egy jó kis patakocska volt. Hát a ló elszellentette magát, harmadszor is. No, lovacskám, vége az életemnek, most már meghaltam. Befeküdt a híd alá, ahol a békák nagyon kurutyoltak. Csitteltek, angyalkáim, már én is közöttetek vagyok. Arra hajtott egy béres legény, nagyon fel volt pakolva. Hát, fölborult a kocsija. Kivel állítsa föl? Szétnézett, de senki embert nem látott, csak a cigány feküdt a híd alatt. Azt mondja neki. Te ember, gyere ide nekem segíteni, felállítani a kocsit? Azt mondja a cigány. Ne beséljen, holt ember vagyok én. Hogy volna holt ember, ha beszélsz? Mondom, hogy holt ember nem besél. Kocsis megcsapta az ostorral, mindjárt felugrott a cigány. Te ember, gyere ide nekem segíteni, felállítani a kocsit? Felemelték a kocsit az árokból, nagy bajjal. Akkor azt mondja a cigány. Mondja már, jó ember, mennyiért adnál nekem azt az ostort? A kocsidért meg a lovadért odaadom. No, jó, áll az alkú, ide ast az ostrot. Örült a kocsis a jó cserének. Hazaérve pattogtatott, suhogtatott az ostorral a cigány. Asszony, sose halunk meg, itt a csodálatos ostor. Ha meghalsz, feltámastalak, ha én halok meg, te támastass fel. Tartogatják az ostort azóta is. Thank you.
a leltár. Tankönyv csak a borítója. Én semmit sem tudok róla. Hova lett a tudomány? Engem nem bánt-e hiány? Egy tök üres toltartó. Pisztolytoknak volna jó. Tartó gumik felszaggatva. Engem ezért ne nyaggass ma. 73 szamár fül. 8 füzetenleg belül. Kitört ceruza hegyek. 9, hogy pontos legyek. Radírmit körző áldöfött. Találhatsz belőle 5-öt. Szétkaratézott vonalzó, órán játszott torpedó, na meg 3 rágó ára, szögmérő, de ripityára, matchbox felni repettem, na hát ezt hogy kerestem, visszakapott visszajáró, pulóver a visszájáró, sonkás kenyér érintetlen, aztán azt mondtam, megettem. Almacsutka már penészes, kérlek, szércselégy mérges, széjjel olvad tejcsoki, veszni hagytam, tök ciki. Egy fel nem használt puska, meg hogy csíp engem a zsuska, egy ragasztó széjjelkenve, meg hogy nem volt leckém kedre, meg egy háttal kezdett mondat, meg hogy elmarad a szombat. Na hát, ilyet már kilátott, még az intő is elázott, hogy nem hoztam füzetet, meg az a sok üzenet. Hát arról szól valahány, hogy a gyermekük trehány. Hanyag lennék, rágalom, cipelem a hátamon. Itzi-bitzi spider and up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the lake. And itsy bitsy spider went up the spout again. Itsy bitsy spider. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
from Cotton Eye Joe. A tudós bagolyné tolt egy kis utódot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya a nagy hír egyetemidéken, sokat bosszankodott lükei vadéken, hasztalanul szólta, magolj fiam bagoly, hiába korholta, intette, kölkétes csak untatta. Utált az egyetemet, órák alatt legyetevett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Huss! Rivalt rá az elnök akadémikus, szálljon egy házra és boríts a gyászba. Jó, mondta buta bagoly, holott azt se tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső viskóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobbat nem talál, ki mindent végigpásztáz, mert ez volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostovább bagja, a Holgányos Akadémia tagja. Ez napon, mert megjelent a Krisztus, mert szilárd.
magyar népmese, a vénasszony és a halál. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt, volt egy öreg asszony. Öregebb az országútnál, aki a hamut is már mamunak mondta, de meghalni nem akart. Erősen szerette az életet. Gyermeke sem volt, senkije sem volt, mégis mindig sürgött, forgott, dolgozott, verte egymásra a csengő tallérokat. Tele volt a tulipános ládája arannyal, ezüsttel. Fájt a szíve, ha meggondolta, hogy egyszer csak beállít a halál, s azt sem kérdi össze, vagy nem. Megfogja, s viszi. Hát bizony jól gondolta, mert egyszer csak beállított a halál, s mondta neki. Készülj, öregasszony, elviszlek! Könyörgött, istenkedett az öregasszony. Még csak 10 esztendőt. Nem, nem lehet, viszlek. Még csak bár 5-öt. Nem, nem lehet, készülj, mert beírtam a nevedet a nagykönyvembe. Ki, nem törülhetem. De az öregasszony addig sírt, addig rimánkodott, hogy a halál adott neki 3 órát. Adj ennél több időt, kérte az öregasszony. Kegyelmez ma még életemnek, gyere el holnap. Jól van, mondotta a halál, hát majd eljövök holnap. Ez így tartott egy hétig, 2-ig. A halál minden nap pontosan eljött az öregasszonyért, de az öregasszony mindig hűségesen rámutatott az ajtó félfára, s a halál tovább állott nagy bosszúsággal. Hanem egyszer megsokallotta a sok hiába való járást, letörülte az ajtófélfáról az írást, s megfenyegette az öregasszonyt. Na megállj, holnap csak ugyan elviszlek, nem adok páront. Hely, édes Istenem, megijedt az öregasszony, reszketett egész testében, mint a nyárfa levél. Nem találta helyét a házban, szeretett volna valahová elbújni, ahol a halál nem találja meg. Hopp, megvan! Volt egy kád surgatott méze, s belebújt abba. No, itt biztosan nem talál meg, de itt sem volt maradása. Hát, ha mégis megtalálja. Kibújt a hordóból, felhasította a dunnáját, s bebújt a dunnatollak közé. Itt kucorgott egy darabig, de itt sem volt maradása. Kibújt a dunnából, hogy jobb helyet keressen magának. Éppen amint bújt kifelé, akkor nyitott be a halál. Nézi, nézi, mi Isten csodája lehet az a fehér tollas szörnyeteg? Megijedt szörnyen, azzal utcu neki, úgy elszalad, hogy mézes kalácson sem lehetett volna visszacsalogatni. S a vénasszony azóta még mindig él. Holnap legyen a ti vendégetek! Este későn ragyognak a csillagok, méres legény a faluba csavarok. Olyan szépen mondja egy barna lánynak, adj egy csókot, mert meghalok utána. Méres legény, ne ragd meg a szekeret, sajnáld meg a szegény pár a ökrönket. Kettő sánta, a harmadik nem mehet, a negyedik nem bírja a szekeret. Kettő sánta, lekasszálták a réten az árpát, a két ember rakják az asztalját,
szegény kapatott a csókra. Lányok, lányok, mi kefércsi lányok, közületek csak egyet sajnálom, ha az az egy köztetek nem volna, e válásom százszor könnyebb volna. Megkötötték nékem a kozorút, zöldel vele a zöldembe lehúlt, húj le, kozorú le vele, úgysem teszlek többet a fejemre. Húj le, kozorú le vele, úgysem teszlek többet a fejemre. Lackfi János, lányok dala. Azt mondják a fiúk, nyávogunk, sejpegünk, játszani nem lehet semmi jót se velünk. De ők tiszta hülyék, földön fetrengenek, egymás fejét verik, s azt mondják, ez remek. És egymás lögdösi, rúgják, labda, sehol, azt mondják, ez foci, ruhájuk csupa por. Autókártyázva meg összevesznek azon, hogy hány köbcenti a hengerűrtartalom. A lány vécébe is bejönnek a fiúk. Vízzel locsolnak ők, mi meg sikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk. Azt mondják, van hajunk, azt mondják, nincs eszünk. Fenekünk alá ők tesznek rajszöget, békén nem hagynak, s belénk szerelmesek.
little kittens, one stormy night, began to quarrel and then to fight. One had a mouse, the other had none, and that's the way the quarrel began. I will have that mouse, said the biggest cat. You'll have that mouse, we'll see about that. I will have that mouse, said the eldest son. You won't have the mouse, said the little one. I told you before, it was a stormy night, when these two little kittens began to fight. The old woman seized her sweeping broom and swept the two kittens right out of the room. The ground was covered with frost and snow, and the two little kittens had nowhere to go, so they lay them down on the mat at the door, while the old woman finished sweeping the floor. Then they crept in as quiet as mice, all wet with the snow and cold as ice, for they found it was better that stormy night to lay down and sleep, than to quarrel and fight. Kányádi Sándor, az okos kos. Lucskos latyakos ősz vége volt, akár csak most, mikor vására vittek egy kos. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka. Sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosban járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált. Máskor meg naphosszat tekerget kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. S mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve, valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírében állott, és büszke is volt olykor a kosára. De egyszer csak megelégelte a dolgot, tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újhat láthat, kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom lárma. Vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsi múlt, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázda kos egy kopa kosarára vetett szemet, s dízsmálni kezdte, mint egy mi hasznak kecske. Hogy kerülne már rúdra bőröd? Eképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőle pörkölte ördög, te átok? S botjával nyomatékúrra elvágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány, s most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondtál, bátyám? Úgy legyen. Mészáros vagyok, s a kost ezennel megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak. Indulni kellett már is a kosnak. De indult a pásztor is, megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre, de hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? Kos ez nem pörkölt. Nem bizony, gazdám? Volt eszed, de nekem is voltam. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s mikor észrevettem a hentes késit, menten a hátuljának mentem. Talán még most is ott van a pocsban. Hol van az előírva, hogy buta minden birka? Vásár különben szép volt, én szeretem a cécót. Próbált még túladni rajta a pásztor, vitte vásáról vásárra. De hiába, a kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt. De hűséges barátok lettek, mire megöregedtek. Most ott a
összegyűlt úgy este hét körül. A hangolástól fél nyolckor már visszhangzott a ház. És a környékbeli jampecokon hurrá lett a váz. Zeplős Betty bőszoknyában szűzsarkon jött. Hoznak szalmát, tűzifát, sürögnek, kacagnak, mint a jó család. Kisöprik az udvart, csak úgy bizsereg, ki hinné, hogy ilyen, hol vannak ezek? Manci, a nagyobbik, füstön lobagol. Joli, most bújik ki az eresz alól. Vörös hajú lányjal neked sohasem, fogjátok meg, ott száll, viszi a szívem. A pap három tiltása, magyar népmese. Volt egyszer egy legény, Jánosnak hívták.
Hazagyütt a katonaságtól, szegény ember volt. Munkát nem kapott, csak ő ügyelgett a parakja előtt. Kimén a plébános úr, azt mondja neki. János maga, de dologtalan. Hát, plébános úr, hogy jöttem haza a katonaságtól? Munkát nem kapok, most szomorkodom. Jó van, János, fölveszem én magát kocsisnak. Azzal meg is egyeztek, de a plébános úr három feltételt adott, amit be is kell tartani. Nem szabad cigarettázni, nem szabad bort inni, pálinkát inni, és nem szabad a jányokon járni. János fogadta, mert hát nem volt neki hová lenni, majd csak kibírja. Egyszer jött a plébános úrnál, nagy ünnepség lett, búcsú. Összehívta a papokat, apácákat, mindent. Hát volt ott egy kis fiatal apáca, Kimény, nézi a papnak a gazdaságát, hát az istálóban a János ott szomorkodik. János, maga miért olyan szomorú? Hogy ne volnék szomorú, mikor olyan nehéz feladatot adott nekem a plébános úr, hogy azt már nem lehet kibírni. Mit? Adja, azt mondja, nem lehet azt még elmesélni se. Meg hát nem is érdemes. Mesélje mégis el, hát ha tudnék rajta segíteni. Na jó van, ez azt meséli. Nem szabad cigarettázni. Nem szabad bort innom, pálinkát innom, és nem szabad a jányokon járnom. Ó, János, azt mondja a kis apáca, ne szívjon maga cigarettát. Szívjon szivart. Ne igyon maga bort, pálinkát. Igyon pezsgőt. Ne foglalkozzon maga egyszerű lányokkal. Foglalkozzon apácákkal. Erre aztán a János vérszemet kapott, megcsípte az apácát, összenéztek, aztán elővette otthon az istálóba, elhúzta az apácának a nótáját, vagy kétszer, azaz meg hordta ki neki a süteményt, a pezsgőt, meg mindent. Meg volt Jánosnak a nagy öröm. Egyszer jószt, eljön a húsvét. Azt mondja a plébános úr, János, meg kell gyónni. Hát szomorkodott János, hogy is gyónja meg. Hát lesz, ami lesz, meggyónja. Kérdezi hát a papa gyóntató székből. Na János, ittál-e bort, pálinkát, cigarettáztál-e? Azt nem ittam, helyette ittam pezsgőt. Ó, János, ezt megbocsátja a jó Isten. Aztán szívtál-e cigarettát? Azt nem szívtam, néha szívtam szivart. Ó, János, ez se nagy bűn, ezt is megbocsátja a jó Isten. Na, aztán... Hogy állsz a nőkkel? Hát... Azt mondja, hogy... Nő nem volt csak... Csak a pácsa. Hogy, mint? Ez azt megmeséli, hogy ekkor meg akkor megbántotta az apácát. Mérges lett erre a plébános úr nagyon. Kihajult a gyóntató székből, az pofon vágta a Jánost. Hát hogy mértette az Isten jányát megbántani? De János is megharagodott. Ő is kihajult a gyóntató székből, azt ő is ottan pofon vágta a plébános úrat. Hát te, hogy mérted pofon vágni az Istennek a vejét? Ha
Este a főzőverseny eredményhirdetését követően a már jól ismert Orion zenekar muzsikájára robhatták kifulladásig az utcaválózók. Na, akkor szeretettel köszöntök mindenkit a díjátadón, és akkor kezdeném is. Ugye a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de mindig nehéz dolga van, de reméljük, hogy igazságosak voltunk, hát ez majd a végén kiderül. Versenyétel kategóriában harmadik helyezett Rózsa Sándor gatyamadzagjai csapat. Második helyezett a Lenin fohászati művek. És első helyezett Zöld Marci meg a bandája. Az én mondom, szókortola. Melyik a mi? Ágyik meg a jó. Sose legyél beteg. Jó komám. Melyik a mi? Jó. Na dukolja, dukát, na! Nézzük a külcsin. Harmadik helyezett Rózsa Sándor bandája. Felakasztották! Jobb helyen. Gratulálok nektek. Második helyezett. Talpunk alatt fütyül a szél. És első helyezett Kálmán Petka, Kapdos Jocó, Balogh Gyurcó, Petár csapat. Köszönjük. És már mondom is ennek a csapatnak, hogy el se menjen, mert a közönségdíjban a harmadik helyezést is ők nyerték meg. Kálmán Petka, Kapdos Jocó, Balogh Gyurcó csapata. Közönségdíj második helyezett Lenin fohászati művek. Lenin fohászati művek. Isten jó vagy. Második hely bejött meg. Közönségdíj első helyezett Szép Csárdás nép. És a külön díjat is Szép Csárdás nép csapata nyerte. És az abszolút díj, mind az előadásmód, mind az étel, mind a vendéglátás, tehát minden kategóriába abszolút győztes Zöld Marci meg a bandája. Gyere már jókkal, gyere már! Nem bízz egyedül egy nőve! Sose bírjuk hazavinni, fogjad meg a pisztolyt is! Azt fogjad úgy! Egy csókolat állítva, nem hiába beszéltük meg! Köszönjük a csapatoknak a részvételt és további jó szórakozást kívánunk! Tudod, nem hagyna el, már csak feljönnél, itt majd várok.
Úgy van félben, úgy van hangba, hogy jöttem sok parti végig. Éjjel, igen, nézem, feljössz. Nagyon jó különben, majd utána megbeszél. Jó a buli, az a lényeg, nem maradjon senki sem belőle ki. Már is érkezünk egyenesen vidékről. Vidéki fiú, vidéki sanzon, tudjátok. Lehet énekelni, táncolni, nem maradjatok ki. Már érkeznek a legszebb nők, a legfiatalabbak, a legcsinosabbak. Sziasztok!